Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben összeadással és kivonással kapcsolatos egyenleteket oldunk meg a racionális számok halmazában. A folytatásban megismerkedünk a rövidített mérlegel fogalmával. Előtte ismételjük át, hogy mit is jelent az a mérlegelv. Adott tehát egy mérleg, mely egyensúlyban van. Ha mérleg mindkét serpenyőjébe ugyanannyi mennyiséget teszünk, a mérleg továbbra is egyensúlyban marad, és ugyanez érvényes, hogy ha mindkét serpenyőből ugyanannyit veszünk ki. A mérleg továbbra is egyensúlyban marad. Ugyanezt alkalmazzuk az egyenletekre is. Ha mindkét oldalhoz hozzáadunk egy bizonyos mennyiséget, vagy mindkét oldalból kivonunk egy bizonyos mennyiséget, az egyenlőség továbbra is fennáll, vagyis az egyenlet megoldása nem változik. Oldjuk meg mai leckénk első feladatát. Mínusz 7, mínusz x, egyenlő 23. Alkalmazzuk ennél a feladatnak a megoldásakor a mérlegelv módszerét. Vegyük észre, hogy az ismeretlen előtt mínusz található. Így első lépésben ettől az mínusz előjától kell, hogy megszabaduljunk, éppen ezért az egyenlet mindkét oldalához hozzáadunk plusz x-et. Vagyis a bal oldalon Minusz 7, minusz x, és hozzáadunk még plusz x-et, míg a jobb oldalon a 23-hoz úgy szintén hozzáadunk plusz x-et. Figyeljük meg az egyszerűsítési lehetőséget. A mínusz x és a plusz x, mivel ellentett értékek, így őket egyszerűsíthetjük, így a bal oldalon marad csak a mínusz 7, míg a jobb oldalon 23 plusz x. És most a következő lépésben figyeljük azt a mennyiséget, amely az ismeretlenünk mellett található. Ez a plusz 23, ennek vegyük az ellentét értékét, vagyis a mínusz 23-at. Az egyenlet mindkét oldalához adjunk hozzá mínusz 23-at. Így akkor a bal oldalon, a mínusz 7 mellé még leírjuk, hogy plusz mínusz 23, azért tettem zárójelbe, hogy ne legyen egymás mellett a két előjel. Míg a jobb oldalon, a 23 plusz x mellé úgy szintén leírom a mínusz 23-at. Számoljuk a baloldali értéket. Mínusz 7 plusz mínusz 23. Azonos előjelű számok összeadása, előjelet lemásolom, számokat összeadom, ez lesz a mínusz 30. A jobb oldalon vegyük észre, hogy a plusz 23 és a mínusz 23 ellentett értékek, őket le tudjuk egyszerűsíteni. És meg is kaptuk, hogy a jobb oldalon csak az ismeretlenünk, tehát az x maradt. Egy kicsit most megfordítva, jobbról olvassuk a végeredményt, de az avar bennünket nyugodtan helyesen is leírhatjuk: x-nek az értéke tehát mínusz 30. Ellenőrizzük le a most kapott megoldásunkat. Vegyük az eredeti egyenletünket, és x helyébe helytesítsünk be mínusz 30-at. Tehát mínusz 7 mínusz, majd most mivel az x-nek az értéke negatív szám, zárójelbe teszem, mínusz 30, egyenlő 23. Tudjuk, hogy a mínusz mínusz 30 az plusz 30, és ha ezt a plusz 30-at összeadom a mínusz 7-tel, az plusz 23, igaz egyenlőséget kaptunk, ami azt jelenti, hogy jól oldottuk meg a feladatunkat. Figyeljük meg, hogy mi történt a változónkkal a feladat megoldása közben a mínusz x valójában átkerült a másik oldalra, és plusz x lett belőle. Úgy szintén hasonló változás történt a 23-mal, amely a jobb oldalról átkerült a bal oldalra, és mínusz 23 lett belőle. Ezt alkalmazzuk a rövidített mérlegelv szerint. Ugyanezt a feladatot oldjuk meg akkor a következőképpen. A mínusz x-et tessékeljük át a jobb oldalra, a plusz 23-at pedig a bal oldalra. Ilyenkor, láthattuk az előtt, ha egy mennyiséget átviszünk egyik oldalról a másikra, akár a balról a jobbra, vagy jobbról a balra, a mennyiségnek az előjele megváltozik. A mínusz hetet nem bántottuk, tehát lemásoljuk a mínusz hetet. A plusz 23, mivel átjött a bal oldalra, itt lesz belőle mínusz 23, most írom az egyenlőségjelet, a mínusz x-et pedig, amikor átvisszük a jobb oldalra, megváltoztatjuk az előjelét, a mínusz x-ből lesz plusz x. És láthatjuk, hogy valami hasonlót kaptunk itt is, csak most sokkal gyorsabban eljutottunk ehhez a lépéshez. Mínusz 7 és mínusz 23, már az előtt is láthattuk, ez adja a mínusz 30-at, vagyis, hogyha jobbról olvassuk a végeredményünket, x egyenlő mínusz 30. Mindkét módszerrel ugyanahhoz a végeredményhez jutottunk, csak a rövidített mérlegebb segítségével kevesebb lépésből tettük meg mindezt amire nagyon ügyeljünk, és ne felejtsük el, ha egy mennyiséget egyik oldalról átviszünk a másik oldalra, változtassuk meg az előjelét. Holdjuk meg leckénk további feladatait. Nézzünk akkor egy következő egyenletet. Mínusz x plusz 15 egyenlő 7. A mínusz x-et a mínusz előjel miatt vigyük át a jobb oldalra, a jobb oldalról pedig a plusz 7-et Vigyük át a bal oldalra. A 15-öt csak lemásolom, a plusz 7, amikor átjött a bal oldalra, mínusz 7 lesz belőle, írjuk az egyenlőségjelet, a mínusz x, amikor átmegy a jobb oldalra, plusz x lesz belőle. Így nagyon egyszerűen a bal oldalon plusz 15 és mínusz 7 az egyenlő plusz 8, ez lesz az egyenlet megoldása. Akár föl is írhatjuk helyesen, x egyenlő plusz 8 elvégezzük az ellenőrzést, mínusz x, tehát vegyük az x-nek az ellentét értékét, az lesz a mínusz 8, hozzáadunk 15-öt, igaz-e, hogy 7 kapunk. Mínusz 8 plusz 15, az tényleg plusz 7, igaz kaptunk, ami azt jelenti, hogy jól oldottuk meg a feladatunkat. Hasonlóképpen oldjuk meg a következő egyenletet, rövidített mérlegelv segítségével x mínusz 15 egyenlő mínusz 44. Most azt látjuk, hogy az ismeretlenünk előjele pozitív, így nem kell átvinni a jobb oldalra, maradhat a bal oldalon. Viszont akkor a mínusz 15-öt vigyük át a jobb oldalra, és megváltozik majd az előjele. A bal oldalon maradhat tehát csak x egyenlő, a jobb oldalon itt volt már a mínusz 44, és hozzájött a mínusz 15, megváltozott előjellel, lesz belőle plusz 15. Össze kell, hogy adjuk a mínusz 44-et és a plusz 15-öt. Különböző előjelű számok összeadásáról van szó. Abszolút értékben a mínusz 44 a nagyobb, tehát az előjel mínusz lesz, és a 44-ből, ha kivonunk 15-öt, az eredmény 29, tehát a végeredményünk x egyenlő mínusz 29. Ellenőrizzük le, hogy tényleg jól számoltunk-e az x helyébe helytesítsük be a mínusz 29-et, majd mínusz 15 egyelő mínusz 44. Mínusz 29 és mínusz 15 mind a két szám negatív, tehát az előjel mínusz lesz. Ha összeadom a 29-et és a 15-öt, tényleg 44-et kapunk, mínusz 44 egyelő a mínusz 44-jel, ami azt jelenti, hogy jól számoltunk. Ha már így belejöttünk, nézzük akkor a következő feladatunkat úgy szintén egy egyenletet oldjunk meg, melyben immár törtek, illetve vegyes törtek is szerepelnek. 1 1,12 x egyenlő 4,715 Az ismeretlenünk előtt mínusz előját található, így akkor érdemes a mínusz x-et átvinni a jobb oldalra, az itt található ismert mennyiséget pedig a bal oldalra. Az 112 et nem bántjuk, csak lemásoljuk. A plusz 4,715-öd, mivel oldalt változtattunk, megváltoztatjuk előjelét, így lesz belőle mínusz 4,715-öd. És a mínusz x, amikor átkerül a jobb oldalra, plusz x-é változik. Ahhoz, hogy a bal oldalon ezt a két vegyes törtet összeadjuk vagy összevonjuk, közös nevezőt kell keresni a két szám közül nagyobbik a 15, a 15 nem osztható 12-vel maradék nélkül, vegyük a 15-nek a többszöröseit. 2x15 az 30, az sem osztható maradék nélkül, 3x15 az 45, még az sem, 4x15 az 60, az már igen, tehát a közös nevező lesz a 60. Nézzük, hogy mennyivel kell bővíteni. 60-ban a 12, meg van 5-ször, 60-ban a 15 pedig megvan 4 Így akkor az első törtünk, ha bővítjük 5-tel, így kapunk 1,560-ad, a második tört pedig, ha bővítjük 4-jel, 4,2860-ad. És mindez egyelő a keresett x-el. Különböző előjelű számok összeadása esetén keressük, hogy abszolút értékben melyik a nagyobb, ez a mínusz 4, tehát az előjel mínusz lesz, és hogyha 4-ből kivonok egyet, az 3, tehát mínusz 3 egész, a közös nevező csak lemásolom, az a 60, és ugyanezt az irányt tudom alkalmazni a számlálók esetében is, 28-ból, ha kivonunk 5 az 23. Tehát a végeredményünk, mondhatjuk, hogy x egyenlő, mínusz 3 egész, és 23 60 -at. Azért, hogy biztosak legyünk benne, ellenőrizzük le. Az ellenőrzés is egy külön feladat. Helyettesítsük be az x helyett a most kapott értéket, mínusz 3,2360 adott. Tehát 1,112-ed, mínusz, majd most mínusz 3,2360 ad, a mínusz előjel miatt ezt érdemes zárójel betenni, igaz -e, hogy egyenlő 4715 del Vegyük észre, hogy különbözők a nevezők, keresünk közös nevezőt, Hasonlóképpen, mint az előtt, közös nevezünk a 60. Csak két törtet kell bővíteni, hiszen a középsőnél már a nevező 60. Az első tört esetében 60-ban a 12 meg van 5-ször, míg a második tört esetében 60-ban a 15 megvan 4-szer. Az első törtet, ha bővítem 5-tel, így kapunk 1,560 adot majd a következő lépésben megszabadulok ettől a zárójeltől. A zárójel előtti mínusz azt jelenti, hogy a zárójelben lévő előjelet megváltoztatom, vagy úgy is mondhatnám, hogy a mínusz mínusz plusz alakul, ez lesz tehát a plusz 3,2360 ad. És egyelő lesz, nézzük most akkor a 4,715-öt, ha bővítem 4 ez lesz a 4,2860 ad. Minden előjel pozitív, tehát könnyen össze tudom őket vonni. Bal oldalon 1 plusz 3 az 4, közös nevezőt csak lemásolom, 5 plusz 23 az 28, és ez tényleg egyenlő 4,2860 addal. S végén nézzünk egy feladatot tizedes törtek segítségével. Mínusz x, mínusz 5,19 század, egyenlő mínusz 3,4 tized. Az ismeretlenünk előtti mínusz miatt az ismeretlent tessékeljük át a másik oldalra, valamint a mínusz 3,4-et a bal oldalra. Így akkor a bal oldalon a mínusz 5,19 századot csak lemásolom, őt nem bántottam, a mínusz 3,4-ből lesz plusz 34 hiszen egyik oldalról átment a másik oldalra, és a mínusz x hát kerül a másik oldalra, így válik belőle plusz x. Vegyük észre, hogy az előjelek különbözők, abszolút értékben a mínusz 5,19 századan nagyobb, tehát az előjel biztos, hogy mínusz lesz, és végezzük el a következő kivonást. A nagyobbból vonjuk ki a kisebbet. 5,19-ből, illetve, hogy egyforma számú tizedes helyünk legyen, 3,40-et. 9 mínusz 0, az 9. 11-ből 4-et az 7, maradt az 1, és úgy is mondhatnám, hogy 4-ből 3-at az 1. Tehát a végeredményünk mínusz 1,79, helyesen föl is írhatjuk, hogy x egyenlő, mínusz 1,79 század. Nézzük a feladat végén még az ellenőrzést. A mínusz x helyébe akár rögtön vehetjük a megoldásunknak az ellentét értékét, a mínusz, mínusz 1,79 az valójában plusz 1,79. Majd lemásolom a feladat többi részét, mínusz 5,19 század, egyenlő mínusz 3,4 tized figyeljük a bal oldalt. Egy pozitív és egy negatív számot kell, hogy összevonjunk. Abszolút értékben a mínusz 5,19-on nagyobb, tehát az előjel mínusz lesz. És hogyha az 5,19-ből kivonjuk az 1,79-et, 9 mínusz 9 az 0, 11-ből 7-et az 4, maradt az 1, és 4-ből 1-et az 3. Igen, a mínusz 3,4 ugyanannyi, mint a mínusz 3,4, Igaz állítást kaptunk, ami azt jelenti, hogy jól oldottuk meg az egyenletünket. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!